100 évig tart, míg ekkorára nő, és ennyi idő, vagyis alig pár másodperc kell a kivágásához. A sóstói erdőben közel másfél hektáron zajló munkálatokkal kapcsolatban Szokolovszky Géza hangsúlyozta, elsősorban nem a fakitermelés, hanem az erdő felújítása a cél. Egy kocsányos tölgyfa volt, amit éppen láttunk, és nagyon sokáig él ez a faj, ez egy hosszú életű faj, tehát akár 4-500 vagy annál több évet is meg tud élni, hogyha a megfelelő körülmények között is jó termőhelyen áll. Ebben az erdőrészletben olyan 100-110 évesek a fák. Ezt nyilván onnan tudjuk, hogy vannak erdei üzemterveink, amik ezt pontosan tartalmazzák, ezt az adatot. De ez mindig egy ilyen kétes adat, mert korábban tudjuk, hogy itt úgymond sarjasztatással történt az erdő felújítása. Tehát régen kivágták a fákat, a tuskót benne hagyták a földbe, és az újra sarjat. Tehát az itteni fáknak a föld feletti része, az mondjuk 100-120 év, de könnyen elképzelhető, hogy a gyökerük a 150-200 vagy akár 200 évnél is idősebb lehet. És azért van az, hogy sajnos itt járunk, hogy hiába nem túl öreg a fa, de sajnos a gyökere az már elpusztult, pusztulófélben van, a talajvíz eltűnt, tehát nem tud utána nőni, és ezért kényszerültünk most az erdő letermelésére és az erdő felújítására. Hozzátette, a sóstói erdő mostani erdőállománya a vegyes összetételű. Őshonos és nem őshonos fák egyaránt megtalálhatók benne. A fák döntő többségét kocsányos tölgy alkotja, amely őshonosnak számít a térségben. A mesterséges felújítás lényege, hogy a területet kituskózzák, kiszántják, és aztán őshonos facsemetékkel ültetik be, a nem őshonosakat pedig eltávolítják. Természetvédelmi területről lévén szó, Szokolovszky Géza leszögezte, minden erdőgazdálkodási tevékenységet egyeztetnek a természetvédelmi kezelővel, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal. Ezt az erdőt, ha máshol lett volna, tehát ha nem egy védett természeti területen lett volna, akkor már 30-40 éve véghasználták volna az elődeink, és felújították volna. Itt mindig addig tartjuk, amíg csak lehetséges, sőt még lehet, hogy egy kicsit tovább is, és akkor döntünk az erdőfelújítás mellett. A nyíregyházi erdészet igazgatója úgy tudja, a térségben szinte valamennyi önkormányzat maradéktalanul megkapta a szociális tűzifa programhoz szükséges tüzelőt. A szociális tűzifa program az egy évről évre visszatérő program, úgymond itt a térségünkben, amikor is államilag támogatva önkormányzatok tudnak vásárolni rászorulók részére tűzifát. Ebben a Nyíregyházi ZRT minden évben nagyon nagy szerepet vállal magára, mint a térségben lévő állami erdőgazdálkodó, és a többi piaci szereplő elé helyezve az önkormányzatokat szolgáljuk ki első körben. Gyakorlatilag elmondható, hogy a térségünkben szinte minden önkormányzat maradéktalanul megkapta már a téli tüzelőjét. Egy-két kivétel van, akik mondjuk kifejezetten januárban szerették volna megkapni. Tehát előfordulhat, hogy erről a fakitermelésről is önkormányzatoknak is szállítunk, de természetesen ugyanúgy magánszemélyeknek, viszont eladóknak is tudunk értékesíteni belőle. Szokolovszky Géza úgy látja, a tavalyi tűzifával kapcsolatos aggodalmak lecsendesedtek, van bőven tűzifa a piacon, és mind a lakossági, mind a kereskedelmi igényeket ki tudják szolgálni az erdészetek. Az erdő felújításokkal kapcsolatban a nyíregyházi erdészet munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy a kihelyezett útlezárásokat és eltereléseket figyelembe véve közlekedjenek.